az erdőirodalomnak azt gondolom az alap kiinduló pontja az ott van, hogy úgy, ahogy itt a kollégáim is jelezték, hogy az erdő az egy komplex rendszer, és akkor, amikor törvénytelen erdőkitermelésről beszélünk, akkor az bűnözés jelent, korrupciót jelent, ezért átfogó intézményi hálózatokat is akár ez megérinthet. Rájöttünk arra, hogy, és nagyon sok vita volt erről, hogy ékézlábon, módszerre, rendőr a rendőrt, erdészre ellenőrizve, ezt nem lehet utolérni. Tehát túl nagy az ország, túl nagy az erdős rész, és túl nagy, mindazért szemben nézünk, hogy emberekre támaszkodva ezt a történetet összetesen rakni egy jól átlátható, transzparens rendszerét. Már tavaly például, ha Habita megyéről beszélünk, jó magam is, Táncos Barna kollégám és a ügyes szenátor, akkor amikor Lucia Varga, akkori miniszterasszony foglalkozott erdészeti kérdéssel, már az azt tettük, hogy szerintünk kellene egy monitoring a fa szállítását online követő rendszer, mert azáltal beszűkül az a tér, ahol a fekete fát vissza lehet pörgetni a gazdaság, mert ugye a fekete azt szokták mondani, hogy megfehérítik, tehát szürkítik. Rég az volt tényleg, hogyha egy kamionfát látunk az úton, akkor nagyjából ránéztünk, és azt mondjuk, hogy szürke, valami biztos valami része benne fehér, vagy valami része bizony benne fekete. És ezt a részt kellett volna nagy összeszűkíteni. Annak örömnek, hogy közben, amíg a ugye március, április történt a kormányváltás, amikor a misszíniumba kerültünk, és az erdészeti misszeri vonal a Dojnápánál vezette, azt vettem észre, hogy rengeteg olyan jó szándékú ember és intézmény volt, főleg az állambiztonsági területen, akik ugyanezt gondolták. Tehát valamiféleképpen ez az elmúlt 8 hónap, ha csak ennyivel is marad, egy óriási teljesítmény, mert mit értünk el az, hogy végre hivatalos papírra kétszer nem lehet fát szállítani. De viszont azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez csak egy kezdet. Mert ennek a rendszernek két nagyon fontos eszköze kell legyen ahhoz, hogy ezt teljesen meg tudja tölteni. Az egyik az, hogy a civil társadalom, és nem a civil szervezetekre gondolok, hanem a román társadalomnak legyen meg az a szándéka, hogyha lát az utakon egy terű fát, hívja fel az 112-t. Mert a belügyminisztériummal az erdészeti vonalá kötött egy megállapodást, amivel automatikusan ellenőrzik a számtábla szerint a fának az ott létének a jogosságát, a terülnek a létét, és hogyha ez piros jelzés kap, vagyis törvénytelenül mozog az úton, akkor automatikusan értesik a rendőrséget, hogy be kell állítani. Ebből a belügyminisztérium szűrőket készít, havi jelentéseket, tehát ennek kialakul egy követési rendszer. Én azt gondolom a civileknek, és itt van a civil szervezetek szerepe, nyugodtan, ha mondta, kell kérni a belügyminisztériumtól, hogy milyen statisztikákkal dolgozik. Arra vonatkozóan, hogyha találtak törvénytelen működő szállítmányt, az ami történt. Tehát erre folyamatosan visszatek jégymagosállat, a jogszabályi keretre lehetőséget biztosít. De a második dolog, ami miatt csak ennyire fontos, hogy annak, ugye ez az online követő rendszer, ez hozzá kapcsolódik egy úgynevezett szumál informatikai rendszerhez, ami már évek óta működik, de ami azért működött nagyon rosszul, mert az a telephelyeket követte informatikailag, hogy milyen famennyiségek kerülnek be telephelyekre, és volt, ha jól emlékszem, egy 15 napos kötelezettség, hogy feltölteni az adatokat. Tehát 15 napig úgy játszottak, hogy gondolták a telephelyvezetők, ezek most már beszűkültek. Viszont ez a rendszer mögé el volt képzelni egy sokkal nagyobb informatikai rendszer, amíg a jövő kérdése, mert a Világbank azt mondott, hogy ide a mezőgazdasági misszírom, aki akkor erdészeti és foglalkozott, nem fejezte be. Ez az erdészeti kezelési tervek, amely 10 évre egy-egy erdős területre elmondják, hogy pontosan milyen fa mennyiséget, milyen ritmicitással megteltek, hogyan lehet kitermelni, azokat is digitalizálni. Na ez még nincs meg. Ez azt gondolom a jövő